Én meg azt mondom, hogy ha realisták kell szemlélnünk a dolgokat, akkor többé-kevésbé eldőlt a továbbjutás kérdése, de reménykedjünk továbbra is. 2 perc múlva visszajövünk és értékeljük az első 45 percben látottakat. Benne nem így képzeltük el, de jöjjön akkor az első félidő krónikája, azaz a reakció. Bár azt mondták, hogy Manchesterben jó idő van, de a 6. perc nekünk zuhanyos volt. Keane, Scholes és Urbán csak nézni tudta, ahogy Budisa után Van Nistelrooy végigmegy és elgurítja Illich mellett. Hát igen, ez egy tudatos manchesteri akció volt, ezt sokat csinálják, a visszalépést, a beindulást. Hát a vége az sajnos nekünk elég kellemetlen. És Van Nistelrooy, hát az öröm teljesen érthető, mert nagyon régóta nem részesült már ilyen, nem egyszerűen oldotta meg. Aztán egy csodálatos akció, ezt majd még külön is elemezni fogjuk későbbiek során, és bizony ez inkább azt mondom, az ilyen háromszögelés önbizalom vesztő szituáció. Ezért nagy a Manchester, mert ilyen dolgokat képes sorozatba produkálni, mint hogy az első gól előtt is. Meg az ilyennek miatt is, amit Beckham tud, ez védhetetlen. Hát ezt nagyon fölcsavarta, és hát erről beszéltünk, minél távolabb tartani a Manchesteréket, kevés pontrugásokat összeszedni, mert sajnos ez lehet belőle, és hát ez gyönyörű gól. Ez védhetetlen, mondom én, akárhonnan nézzük, szinte nincs is több hely. Illich azt hiszem ebben az esetben nem igazán hibáztatható, legfeljebb, hogyha a kapufán alá állt volna, akkor védheti ezt a szenzációs elcsavart labdát. Tehát már 2-0 volt a 15. percben az állás, ezzel már tovább jutó volt a Manchester United, a 21. percben aztán tovább növelték, tessenek majd figyelni megint. Beckham-től indul el, Scholesnak azért nagy szerencséje van, mert Budisa meg Urbán is besegít neki, hogy visszapattanjon. Igen, de itt azért már látszik az Allegri-szín védőkön, hogy azért most már eléggé megijedtek. Tehát ahogy mondani szoktad, meg vannak fogva. Igen, egy picit megfogta őket a 2-0, ez azért következett, mindenki csúszik, mászik, közben ugye Scholes ajándékból kap egy labdát is. Hát ha akar Sanyi még egy picit közbevágni, talán igazán van, hogy a középpályások nem igazán álltak oda a Beckhamnél. Aztán egy lopott labda közben, nézzük, Vince, Egressi, Kenesei, nem fél, de csak oldalháló. Igen, de azt azért itt is látható, hogy Kenesei nem merte vállalni azt, hogy befelé húzza meg, kifelé húzta meg, és kiszorított helyzetben volt már. Itt meg szerencséje volt, azt hiszem, egy picit Carrollnak, a kapusnak, de ettől függetlenül Kenesei szabadrúgása után maradt az, ami már eddig kialakult. 3-0-ra vezet sajnos a Manchester United együttese az első játékrész után. Ez az ő továbbjutásukat jelenti. Most egy kis szünet következik, aztán folytatjuk majd tovább az értékelést. Értékeljük tovább ezt a 0-3-at, közben várjuk majd az RTL Klub stúdiójának jelentkezését is. Mi volt a hiba? Arról beszéltünk, és amennyire még emlékszem, óckodni kell attól, hogy szabadrúgások, pontrúgások lehessenek az ellenfél javára a kapu közelében. No, ezt nem sikerült megvalósítani. Többek között, de hát nagyon könnyű nekünk beszélni, tipikus magyar jelenség, ugye, hogy gondolom felkészültek ezekre a dolgokra az allegerszegi játékosok. Ráadásul a szárnyakat nem tudtuk lezárni, mint ahogy itthon a budapesti mérkőzésen is jöttek szélről a beadások. Tehát a Manchester azt játszott, amit egy klasszis csapatnak kell, hazai pályán megalkudás nélkül letámadni az ellenfelet és hibára késztetni. Sajnos ez történt. És hát ráadásul azt is el kell mondani, hogy amíg a Népstadionbeli mérkőzésen az allegerszegi középpályások szorosan odaálltak a Manchesterek mellé, most területet hagynak nekik, tehát egy méter, másfél méterre vannak tőlük, itt átveszik a labdát, abban a pillanatban már nem lehet mit tenni, és ráadásul a Manchester egy olyan ritmust játszik, amit mi nem tudunk fölvenni.
és mit kellene csinálni most a másodikban? Azt mondod, hogy föl lehet egyáltalán venni a ritmust velük? Én szerintem sokkal jobban játszanak az, amit a múltkori meccsen. Ez egész más Manchester. A ritmust nem tudjuk fölvenni, viszont jobban meg tudjuk akadályozni őket, hogyha jobban figyelünk az emberekre. Tehát ha megnehezítjük a labda átvételüket, akkor valamit léphetünk előre. Mindenesetre nagyon kell vigyázni arra, hogy nehogy megszóljanak bennünket. Na most a másik dolog az, hogy ha jól emlékszem, pont a második fél idő 10. percetáján volt gond a Népstadionban is. Igen, hát ez a kritikus időszak a 60. perc, hát reméljük, hogy most ez nem következik be, és Bozsik Péter felhívja a figyelmet arra, hogy szorosabban álljanak az emberek mellé. Hát reméljük, ez így is lesz. Közben nem tudom, itt az étterben kinek... Ugye két csatorna közvetíti ezt a mai mérkőzést, Kaptárev József, Nyilasi Tibor, illetve Zombori Sándor ülnek a stúdióba. Jó estét kívánok, szervusztok! Hogyan láttatok ti az első fél időt? Szervusztok, hát én rögtön átadom akkor két szakértőnknek, az általad is emlegetett Nyilasi Tibornak és Zombori Sándornak a szót, de szeretettel köszöntjük természetesen mi is ott az RTL Klub stúdiójában Verebes Józsefet és Kozma Istvánt is. Én azt javaslom, hogy mostantól kezdve legyen a tiétek az értékelésben a szó. Tisztelettel köszöntöm az RTL Klub nézőt és természetesen a stúdió vendégeket. Hát sikerült felbosszantani a Manchestert nagyon, nagyon elkapták a játék ritmusát, de ahogy Verebes József szokta mondani, a mágus, hogy aki feltartott kézzel megy ki a pályára, az vesztésre van itt, és úgy érzem, hogy a zalaegerszegiek elég bátortalanul kezdtek, és amire a mester is rámutatott a mérkőzés előtt, hogy nem elég csak védekezni, nem át kell menni támadásba bátrabban, de hát a Kenesei nagyon egyedül van az Egressel, úgyhogy igazából nem igazán érzem az erőt az zalaegerszegben, sajnos hibára késztettek minket, elment a mérkőzés. Ellenvélemény? Hát tulajdonképpen annyi is teljesen jól látja ezt a dolgot. Hát én nekem mindenki ismeri a felfogásomat, és azért mondtam rá, hogy hát aki ismer engem, tudja azt, hogy én soha senkitől nem félek. Én most megmondom őszintén, egy kicsit másképp látom, mert Zalaegerszeg megpróbált játszani, tehát megpróbálta azt megvalósítani, amit az edzőjekért, hogy próbáljanak egy kis futballt csinálni, amennyire lehet ellenállni, de sajnos nem tudják megtartani a labdákat, és hát borzasztó kevés támadást vezetnek, és ebből a szempontból igaza van a Nyílnak. Nyílnak volt egy pillanat, amikor lecsapott egy képsorra, hogy ez lesz sajnos a jellemzés, ez még a mérkőzés elején történt. Ezt meg is tudjuk mutatni majd az ő kommentálásában. Kíváncsi vagyunk természetesen a ti véleményetekre is, de nézzük először ezeket a képeket. Hát sajnos a futball alapja a passzfutás, és itt lehet látni, gondolom emlékeznek a kedves nézők, és hát jó páran erre a jelenetre, amikor Bekem indított. És ebben még nem is az a nagy dolog, hogy a Van Nistelrooy a falból kilép és visszapasszolja, mert ez a nyugati világban alapkövetelmény, tehát a fölpassz, visszapassz, és jön a klasszikus háromszög, de itt az érdekes az, hogy Bekem a saját térfeléről indította, és itt lehet a kis karikába látni, hogy aztán jön végig a támadással, és itt lehet a másik háromszöget látni, beütik, és majdnem, hogy gólhelyzetbe kerül Van Nistelrooy. De még mindig érdekes a kép alját nézni, hogy Bekem végig kíséri a támadást, és hogyha itt a védő hibázott volna, illetve blokkolt volna, még mindig játékban lehetett volna. Szóval passzfutás. Sajnos közben meg kell szakítanunk a beszélgetést, mert a jelzetnél korábban elkezdődött a második félidő ismét Hajdú Istvánnal szóval.